Tegye le a fegyvert! Nagyon komolyan mondom! Tegye le a fegyvert! Tegye le a fegyvert! Kommandert Ferencvárban bűnös. Hivatalos személy elleni erőszak büntetében a BTK 310 szakasz egybekezdés A pontja első fordulata, továbbá a második bekezdés második fordulata szerint. Ezért a bíróság a vádlottat 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztése és 5 év közügyekgyakorlástól eltiltása ítéli. Hogyan is fordulhat ez ugyan elő, hogy letöltendő 4 év szabadságvesztésre ítélnek valakit, ez emiatt a bűncselekmény miatt, amikor több gyilkos is akár erős felindulásból elkövetett emberölést követel, vagy több személy sérelmére követi ezt el, és akár 4-8-6 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Nos, azért lehet ez, mivel a jelenlegi jogszabályok szerint a végrehajtók hivatalos személynek minősülnek, és mivel a kilakoltatáson is jelen volt a végrehajtó, illetve a végrehajtó társa, így hivatalos eljárás keretén belül történt ez az eszköz bevetése. A hivatalos személyi státuszok a végrehajtóknak kérdéseket vet fel, mivel jelenleg ugyebár a végrehajtók magánvállalkozóként működnek, és ezért tehetnek szert akár több 100 millió forintos éves bevételre is. Az elkövetővel, Bander Ferenccel készítettünk egy börtönriportot, amit az alábbiakban tekintsünk meg. 2019. 9. 11-én, 8 nappal a végrehajtásom előtt meglepődve vettem át a kilakoltatásomról szóló értesítőt a felosztási terv keltétől 46. napon 2019.09.19-ére kitűzött végrehajtói kényszercselekményről. Azon a napon kifogással értem, kötelezettséget vállaltam írásban, hogy november 15-ig átadom az ingatlant, még hogyha jogszerűen is az eljárás. A 10 éves kisfiammal, 20 éves kislányommal és a mennyasszonyommal értünk a Törökszentmiklós Adjendre út 11 szám alatti lakóházamba, mely 1999 óta az egyetlen lakcímkártya szerinti címem volt. 10 óra körül megérkeztek a végrehajtók és eljárásba kezdtek. 10 óra 15 perc körül levágták a kapomról a lakatot, mert a jogtalanul eljáró végrehajtók előtt bezártam. Így ellenszegültem a kényszer kilakoltatásom jogellenes eljárásának. A lakóházam kapuja lakatának levágását követő, színlelt hivatalosan eljáró személyeket figyelemfelhívó durroktatással akadályoztam az udvaromra történő belépésükben. A jogszerű védekezési lehetőségemtől megfosztott helyzetemben a visszafordíthatatlan jogellenes színlelt hivatalos eljárással szemben ezt az egyetlen demonstráló vélemény nyilvánító lehetőséget találtam. Ezzel szemben a rendőrségi jegyzőkönyvekből ez olvasható ki. 10 órakor kiérkeztek a végrehajtók és eljárásba kezdtek, 10 óra 15 perckor pedig bűncselekményt követtem el, és letartóztattak. A jogellenes végrehajtói magánmegsértést követően a BTK 22 paragrafus szerinti jogos védelemmel éltem. 2019. szeptember 12-én a rendőrségre bementem segítséget kérni a végrehajtó ellen feljelentést tenni, amit a kiérkező rendőrök parancsnoka
rendőr alezredes, nem mondom a nevét inkább, megtagadott, azt mondta, hogy nehogy azt képzelje Bander, hogy egy bírósági végrehajtó ellen feljelentést tehet. Egy. Nem volt bírósági végzésbe foglalt bírósági végrehajtó okirat a lakóházak kényszer kilakoltatásáról, a VHT 181 paragrafus szerint, és az önkéntes átadásról sem. Kettő. Nem volt bírósági végzés a rendőri közreműködésről a végrehajtási törvény 171. paragrafus D pontja alapján, abban foglaltak szerint. Harmadik. A kényszer kilakoltatásom a végrehajtási törvény 217. paragrafus 2 bekezdés szerinti kifogásra biztosított 15 napos jogorvoslati időn belül a kényszer kilakoltatásról szóló értesítő átvételét követő 8. napon volt megtartva jogilag védett időben. Nem tehette volna meg a végrehajtó, hogy betette a lábát. 4. A pénzfelosztási terv jogszerűtlenül így hatálytalan volt, a VHT 165. paragrafust sértve, és a végrehajtási törvény célja, hogy a kényszerkilakoltatás előtt a befolyt pénzösszeg felosztása jogerőre legyen emelkedve. 5. A kényszerkilakoltatásom a felosztási terv keltét követő 46. napon lett megtartva, mely a végrehajtási törvény 171. és 154 per a paragrafus szerint biztos, hogy jogellenes, mivel minimum 76 napnak el kell tennie a két cselekmény között. A 17 hónap elteltével sem érzi a bíróság annak szükségét, hogy a végrehajtói eljárás jogszerűségét vizsgálja. Példást statuálni akar az ítéletemmel, hogy szegény, jogsértő, hivatalos személyekkel szemben senki sem merje megvédeni magát. Nekem ez a kommunista diktatúra eljárási stílusát idézi. 2020. februárban találkoztam a kisfiammal, a mennyasszonyommal és apukámmal először, 5 hónappal az eltartóztatásomat követően, és azóta egy éve nem láttam őket. Tehát a 17 hónap alatt egyszer találkoztam a családommal. És ez még ugye a vírusos helyzet előtt volt. Én elfogultságot jelentek be minden egyes tárgyaláson, az első fok, másodfok is ragaszkodik hozzám, hogy ő nem elfogult velem szemben, de mégsem vizsgálják úgy az ügyeket, ahogy kellene, mert hogyha engem elengednek, akkor onnantól kezdve minden kiderül. Egy biztos, én az a fajta ember vagyok, aki szereti a szabályokat, mert akkor tudom azt, hogy mi várható, meg mi hogyan kell viselkednem. Viszont ezt el is várom velem szemben. Hol az igazság és az arányosság Magyarországon? A Mi Hazánk mozgalom határozott álláspontja, hogy a népnyúzó végrehajtók hivatalos személyi státuszát szüntessék meg, mivel jelenlegi jogrendszerünk szerint magánvállalkozóként működnek, és ez alapján több milliós éves bevételre tesznek szert a nemzet sanyargatásából, és kezdeményezni fogjuk ezt az intézkedés megtételét.